A siketek és nagyot hallók számára a következő műsorszámot a TV2 Text 888. oldalán feliratozzuk. Felhívjuk kedves nézőink figyelmét, hogy a következő műsorszám megtekintése 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott. Felhívjuk kedves nézőink figyelmét, hogy a most következő filmben szereplő személyek és jelenetek kitaláltak. Bármilyen egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve. A szereplők kitaláltak, a poénok betaláltak. Reméljük. Jó lenne egy kávé. Tejjel és cukorra. Mégis mit gondoltok? Attól, hogy sokat vagyunk a raktárban, még nem vagyok senkinek a felesége. Mi ez itt, babazsú? Csak nem azt képzelik, hogy szállodában vannak. Akarom mondani, szedjék magukat gyorsan összefelé, mert bármelyik percben itt lehet az uniós ellenőr. Kisasszony, kikerestem már a szükséges dekorációt raktárból? Még tegnap este, igazgató úr. Aztán a Dominik is segített egy picit. Nagyon helyes. Az ellenőr ugyanis inkognitóban érkezik a hotelbe. Úgyhogy minden apró részletre ügyelnünk kell. Nekem épp most jött ki a hajzselém. Semmi gáz. Hallod, hogyha inkognitóban jön a fúszer? Abban meg simán kiszúrjuk. Jó lenne egy kávé. Tejjel és cukorra? Aha. Jó, csak jöjjön velem a raktárban, mutatok valamit. Jó hírem van, emberek! Miközben az országban egyre nő a munkanélküliség, maguk mától kezdve egyszerre két állást is betölthetnek itt a hotelben. Szállodánk hírnevét ugyanis mindig a nálunk megszálló világsztároknak köszönhette. Erre a hétre azonban még egyetlen világsztár sem jelentkezett be, pedig nyakunkon az ellenőrzés, úgyhogy kénytelen leszek maguk közül önként jelentkezőket kijelölni. Maga lesz például Tom Jones, maga Hevesi Tamás, Magdi néni, maga pedig a... Britney Spears. Hát az nem. Na jó, akkor Lady Gaga. Én is inkább erre gondoltam. Édes egy ember maga, de amikor maga rám gondol, abból semmi jó nem sül ki. Miért? Mikor gondoltam magára utoljára? A legutóbb szilveszterkor, amikor nem tetszett elég gyorsan eljutni a mosdóig. Na de Magdi néni, ne hánytorgassuk a múltat. Ha ügyesen helytállnak, valamennyien kiemelt jutalomban részesülnek. És mi lesz az a jutalom? Egy teljes hetet tölthetnek el egy csodálatos, elegáns szállodában. Igen? És melyikben? Hát ebben! Nos, munkára fel! A jelmezeket még ma megkapják. Dologra, gyerünk! Üdv, főnök, maga itt. Üdvözlöm, kolléga! Gratulálok ehhez a kiváló teljesítményhez. A cégünk büszkesége. Megbüntette az 1000. utasunkat. Ó, nem olyan nagy dolog az. Na de kérem, másfél óra alatt. Ez hatalmas nagy teljesítmény. A vezetőség szeretné önt megjutalmazni. Önnek átadom ezt a beutalót, ami egy hétvégére szól egy gyönyörű szép szállodába. Azt a főnök! Köszönöm szépen! És ennek fizetik az úti költséget? Hát ez már csak természetes. És hogy jutok oda? Nagyon egyszerűen. Ott van az a szálloda. Köszönöm. Üdvözlöm, uram! Köszöntünk a szállodánkban. Látom, hogy azért eléggé nagy és szép limuzinnal érkezett. Ó, nem köszönöm. Én beutalóval érkeztem. Ide küldtek a cégtől. Ó, értem. Akkor fáradjon bejebb. Majd csomagjait én hozom. Á, már is egy újabb kedves vendég. Kérem, foglaljon helyet, már is kezdjük. Most minden rendben? Hát, egy kicsit kényelmetlenül érzem magam. Nyugi, nekem is bevágtál egy picit piros tangán. Na de lássak, miből érünk. Azért jöttél ide, mert mondani akarsz, mint a feleséged? Nem tudja, én szingli vagyok. A munkám miatt az állandó ellenőrzések, ugye? Á, akkor parancsoljon, arra az elnökének össze a kulcsa, érezze nagyon jól magát. Nálunk az éjjel, nálunk szállunk. Halló? Igen, most érkeztem ide a szállodához. Igen? Igen, nem, inkognitóban vagyok. Nem. Pénzt nem hoztam, hát ki fogadna el pénzt a szálloda ellenőrtől? Nem. Jó, oké. Hello. Jó napot, tudom. Jó napot kívánok. Köszöntök a szállodánkban, csak fáradjon bejebb. Várj egy picit.
Elnézést, elkérhetném a szobám kulcsát? Beszéltessél magadnak. Nem neked mondtam, én imádlak. Sziasztok! Ma kedvencemet fogom megfőzni, megsütni. Kuszkuszos medvetarkót fűtőtojásban, illetve sóban megtekerve, kisütve. A fő alapanyag a szendvicsbe található. Ez ilyen kis alap szendvics, és kicsomagolom, és ide teszem. Van benne brokkoli, vagy valami ilyesmi, zöld, majonéz, brokkola, meg sonka. Akkor kezdjük az elkészítést. Először is ezt ketté kéne vágni. Hoztam is egy eszközt. Ez így eddig tökéletes. Ugye ez eddig nyers meg minden. Szóval hozok egy kis ízesítőt. Itt egy kis szegedi paprika, de egyébként ízlés szerint akármivel be lehet szórni. Kicsit belsejét is. Tehetünk bele még egy kis borsot is, sót is. Ez eddig nagyon finomnak tűnik, meg is kéne melegíteni, mert elég hideg. Valószínű, de szét is lehet még vágni, hogyha négy fős a család. Még egy kis szegedi paprika. Melegítsük meg, és egy kicsit összeszedem. Beteszem a mikróba. Beállítjuk 2,5 percre, az addig hagyj menjen. 2,5 perc múlva kivesszük a mikróba a kaját. Kedves nézőink, amíg a szomszédban megérkezik a tűzoltó, addig el szeretném mondani, hogy ezúttal is sok érdekes recept érkezett. De viszont nagyon sok nem volt aláírva, így csak néhányat tudtunk kiválogatni. A reformkonyha kategóriában külön kiemelném HS-nél zsíros mariska ötletét, ami szerint a könnyen piruló húsokat napolajban kell kisütni. Cefrénél függő Jolán a következő tippet küldte be nekünk. Ő almaborral veszi be a demalgont. Gratulálunk neki! Ez mégiscsak felháborító, két egér szaladgál a szobámba. Mégis mit akar ezért a pénzért? Bikaviadalt? Kérem, ez a szarvastető tényleg ennyibe kerül? Igen, uram. Tudja, egy professzor már többször is megrendelte, de már hosszú idők óta nem érdeklődik iránta senki. Ezért ilyen olcsó? Igen, azért mégiscsak egy szarvastüdő. Én szeretnénk rákot kapni. Semmi akadály, asszonyom. Fáradjon át a dohányzó termünkbe. Képzeld, drágám, egy igazi világsztárral találkoztam kint a folyosón, Lady Gagával. Tudod, mit mondott nekem? Tud magyarul? Mit mondott? Hogy húzzam le a retkes lábamat a szőnyegről. Nem is értem, drágám. Remélem, uram, még mindig jól érzi magát nálunk. Képzelje, itt szállt meg a megváltó. Ki? Jézus? Dehogy is! Lothar Matthäus. Jézus, hát addól semmi csodát ne várjanak. Mi ez? Elnézését kérem, uram, azonnal cseréljük. Még egyszer elnézését kérem, uram. Jó étvágyat. Köszönöm. Milyen halízom ennek a mágnak?
Parancsoljon, uram, a borjú bécsi. Még hogy borjú bécsi. Szegnap még vidáman röfögött. Mondtam én, hogy ezt az ételt háromszor is el lehet adni. Jól látod, akkor az adag, amikor a borra való. Itt a maradék, zabálj te marha. Ó, dankeschön! Művész úr, valóban maga fogja reklámozni az ország arculatát? Tudod, hogy van ez? Kis ország, nagy arc. Igen? És mondja meg őszintén, milyennek látja az országunkat? Ó, minden nagyon szép, minden nagyon jó. Mindenhol meg vagyok keményedve. Remélem, uram, elég a szolgáltatásainkkal. Ja, egész jó az a kis lefújt, csak elromlott a légkondicionálunk. Majd elromlott rólam az összes ruha. Meg ez a sok utas nem bír magával. Hogy? Leszakadták az összes ülésről a buszotot. Na jó, akkor már csak az országreklám van hátra. Felvétel! Három a magyar igazság, you know? Vodka, szóda, pálinka. Ájjájjáj, művész úr! Tudja, három a magyar igazság. Másodszor, tessék! Három a magyar igazság. Pizza, nizza, dolce vita. Ájjájjáj! Magyar, érti? Halászbástya, Mátyás templom, Western Plaza Center. Érti már? Okay, understand. Yes, okay. Tessék! Három a magyar igazság. Csikós, gulás, hortobáti. És mindenkit szeretettel vár. Beauty fővárosunk. Bukarest! What's the problem? Szervusz, Filibusz! Jó napot kívánok, az úr a szállodánk vendége, mit adhatok? Egy Blue Mountaint szeretnék. Rendben, adom is. Tessék, már itt is van. Köszönöm szépen. Viszontlátás. Jó estét kívánok, egy Blue Mountaint koktélt kérnék. Jó, 5000 forint lesz. Jó lenne egy kávé. Tejjel és cukorral. Jó reggelt, uraim! Jó reggelt! Na és hogy aludt? Köszönöm kérdését, nagyon-nagyon jól. És nem zavarta a szobatársának a horkolása? Egyáltalán nem. Hogy lehet, azt kérem? Mikor jött ki a fürdőszobába, adtam a fenekére egy jó nagy puszit. Onnantól egész éjjel nem merte unni a szemét. Szeretem, remélem jól éreztem magát nálunk. Igen, jól éreztem magam. De ha máskor a kozai buszon jár, ne felejtsen el jegyet venni, mert tudja a szabály, a szabály. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt! Szállodó szövetség ellenőre vagyok. Maga, remélem elégedett volt szolgáltatásainkkal is. Hát, szállodánk megfelel az előírásoknak. Néhány dologban azért majd még változtatás szükséges lesz. Viszontlátásra. Viszontlátásra. Sziasztok, Molnár Gábor vagyok, a 11 C jelöltje. Szavazzatok a 11 C-re, mert nekünk vannak a legnagyobb tojásai. Hajrá 11 C! In einem schwarzen Fotoalbum mit einem silbernen Knopf bewahr ich alle diese Bilder im Kopf. Ich weiß noch, damals als ich jung und wild war im Block.
Ich bewahr mir diese Bilder im Kopf in einem schwarzen Fotoalbum mit nem silbernen Knopf. Bewahr ich alle diese Bilder im Kopf. Ich weiß noch, als wir das erste Mal gechillt haben im Loch. Ich bewahr mir diese Bilder im Kopf. Es war einmal vor langer, langer Zeit, vor 32 Jahren, als Mama schwanger war. Sie schreit, denn ich komme. Ich war so süß ohne die Haare am Sack, aber die wachsen schon noch. Warte mal ab, ich bin im Osten aufgewachsen, bis ich 9 war.